Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Június 26-a van, a Jánosok és Pálok ünneplik névnapjukat. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei röviden. Szabadlábon védekezhetnek az elfogott koszovói rendőrök. Ismét fegyverropogásra ébredtek a szabadkai lakosok. Nyugalom Oroszországban, elkerültek egy esetleges polgárháborút. Még ezen a héten lehet pályázni a Magyar Nemzeti Tanács vajdasági jogász ösztöndíj programjára. Napra pontosan egy hónappal ezelőtt ismét a Szerbia és Koszovó közötti feszült viszonyra figyelt a világ. Május 26-án ugyanis zavargások törtek ki Koszovóban. A koszovói különleges rendőrség egységei akkor terepjárókkal érkeztek Koszovska Mitrovica, Leposavić, Zubin Potok és Zvecsen települések önkormányzatainak épületeihez. Akkor Alekszandar Vučić a legmagasabb harci készültségbe helyezte a szerbiai katonaságot. Az egy hónap alatt többször is úgy nyilatkozott, hogy szerinte Albin Kurti célja az, hogy háborút szítson. Átadták a pristinai hatóságoknak azt a három koszovói albán rendőrt, akiket még június közepén vettek őrizetbe Szerbia területén. A szerbiai ügyészség fegyverek és robbanószerek illetéktelen előállításával, birtoklásával, hordozásával és kereskedelmével vádolta őket, és most bírósági döntés született az ügyükben. Szabadlábon védekezhetnek, nyilatkozta Petar Petković, a szerb kormány Koszovó ügyi irodájának igazgatója. Mi ovde imamo sada odluku suda. Bez obzira na to, i ostavimo po strani da li smo sa tom odlukom suda zadovoljni ili ne, znate, država Srbija je pravna država i ovde sudske odluke moraju da se poštuju. Za razliku, na primjer, od Prištine, gde ne postoji ni sud, niti sudije, niti tužilaštvo, već zapravo sve odluke donosi Kurti. Orbán Viktor magyar miniszterelnök Facebook oldalán úgy fogalmazott, hogy Alekszandar Vučić szerb elnök azt követően döntött az őrizetben lévő koszovói rendőrök szabadon engedéséről, hogy múlt kedden a szerb-magyar stratégiai együttműködési tanács Palicsi alakuló ülésén a magyar miniszterelnök megkérte rá. A három rendőr szabadon engedésének ellenére továbbra is feszült a helyzet Koszovó és Szerbia között, ugyanis további 7 koszovói szerb személy ügye vár megoldásra, valamint a szerb árut továbbra sem engedik be Koszovóba. Tovább erősíti a Szerbia és Magyarország közötti együttműködést az, hogy a szabadlábon védekezhet az a három koszovói albán rendőr, akiket Szerbia területén vettek őrizetbe, nyilatkozta Szijjártó Péter. A magyar külügyminiszter is megerősítette, hogy mindez annak köszönhető, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Alekszandar Vučić szerb elnök ennek lehetőségéről is tárgyalt a szerb-magyar stratégiai együttműködési tanács Palicsi alakuló ülésén múlt kedden. This morning, Deputy Prime Minister Siniša Mali has asked me to convey a message from President Vučić to our Prime Minister, in which the President informed our Prime Minister about the decision of the Serbian authorities to release the three Kosovar policemen from detention. This decision of Serbian authorities was based on the discussion between Prime Minister Orban and President Vučić, in which our Prime Minister gave a plea or an advice to the President to release these policemen. And we do believe that this decision of President Vučić reflects the strong bonds between our two nations and the strategic cooperation between the two countries. Szerbia komolyan felelősségteljesen viselkedik, a koszovói rendőrség azonban önkényesen letartóztatja a szerbeket. Ezt mondta Alekszandar Vučić Antony Blinkennek. Szerbia köztársasági elnöke telefonon egyeztetett az amerikai külügyminiszterrel a Szerbia és Koszovó közti feszültségről. Vučić kiemelte, ahhoz, hogy javuljon a helyzet, arra van szükség, hogy Észak-Koszovó 4 településén lemondjanak a polgármesterek, és az önkormányzati épületekből kivonuljanak a koszovói különleges rendőrség egységei.
Ma reggel ismét fegyverropogásra ébredtek a szabadkai lakosok. A magyar határhoz közeli maghetesi erdőből reggel 6 óra körül sorozatos lövések voltak hallhatók. Több közösségi csoportban is azt írták a lakosok, hogy mentő is ment az erdő felé akkor a reggeli órákban. Közben Magyar Kanizsa és Török Kanizsa térségében vasárnap gyűjtötték be az illegális bevándorlókat. Fegyvereket is találtak, Horgoson pedig ma is rendőrségi akció zajlott. A hétfő reggeli lövöldözést követően a rendőrök gyorsan a helyszínre érkeztek. A Szabadkához közeli maghetesi erdő mélyében a mögöttem látható migránsok azt mondták kamerán kívül, hogy több különböző népcsoport van itt az erdőben, akik egyszerűen nem tűrik meg egymást, és emiatt vannak időnként lövöldözések az erdőben, tehát az afgánok, a szíriaiak és egyéb arab országok közötti népcsoportok lövik egymást, tehát géppuskák és pisztolyok egyaránt előkerülnek. Egyébként hétfő reggel 6 órakor jelentették a polgárok a szabadkai rendőrségnek, hogy lövöldözés van ismét a maghetesi erdő és a Nagyradonováci erdő sáv közötti részen. Kebles Attila hajnali 4 órakor lett figyelmes a lövésekre. 4 órakor jöttünk ki etetni, 4 óra után elkezdtek lövöldözni, 6 óra 10-ig lövöldöztek. Nehéz fegyverre, pisztolyokkal kezdték, aztán a nehéz fegyverre lövöldöztek, hittük a rendőröket többször is, az utcából is hittük, rendőr nem ment el még. Ezen az útnak a végén itt egy nagy hangzavar is volt, kiabálás, sikítozás. Azóta most csönd van, de ez így nem lesz jó sokáig. Az intézkedő rendőrök most elsősorban a migránsokat, az erdőbe hordó taxisokat próbálják megfékezni. Magyar Kanizsa és Török Kanizsa térségében vasárnap razziáztak a rendőrség különleges egységei a Martonosi erdősávban és a Tisza túloldalán a szerb-keresztúri illegális migránstáborban, ahol fegyvert is találtak, egy afgánt letartóztattak. Migránsok azok már csónakot is szereztek be, rendes facsónakot, nem kumicsónakkal, motor meghajtása is avval hordták oda-vissza a népet a Tiszán keresztül. Az akció során a rendőrök átvizsgálták a környéket és 2 automata puskát, 28 darab lőszert, valamint terepszínű egyenruhákat találtak. A szokásos, most már úgymond a napi rutin szerint történt ez a dolog, és az én tudomásom szerint nagyjából 40-50 embert gyűjtöttek be. Igen, ez Martonoson és a Tisza túloldalán, Köröztúron lévő településen. Ott jártunk, a Magyar Kanizsai Rendőrség és a különleges egységek újabb bevetésre készültek. Horgoson most napi szinten gyűjtik be a migránsokat. Az úgynevezett kishorgosi bácskabirtok elhagyott gazdasági épületei környékét övező erdőkben talált illegális bevándorlókat rabszállító furgonokban vitték el távolabbi szerbiai befogadóközpontokba. Hatékonyabb fellépésre van szükség a migráció megfékezése érdekében. Ebben egyeztek meg a visegrádi négyek miniszterelnökei mai találkozójukon Pozsonyban. A lengyel kormányfő ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy az Európai Unió külső határait kell védeni, és nem szabad olyan szervezeteket támogatni, amelyek segítik az illegális bevándorlást, mert az erkölcstelen. A felek abban is egyetértettek, hogy a menekült kvóták nem működhetnek, és a visszatérítési politikát kell erősíteni. Az illegális migrációra van megoldás, csak az Európai Unió ezt a megoldást nem akarja megvalósítani. Ezt már Orbán Viktor mondta. A magyar miniszterelnök az illegális migrációval kapcsolatban leszögezte, hogy ebben az ügyben a magyar álláspont változatlan. Arra az lehetne a megoldás, hogy amennyiben valaki benyújt egy belépési kérelmet az Unió területére, amíg azt a kérelmet el nem bírálták, az adott személynek fizikailag az európai határokon kívül kell lennie. A nyugat-balkán európai integrációs törekvése is a napirendi pontok között szerepelt. Údor Lajos, szlovák ügyvezető kormányfő elmondta, ezeknek az országoknak olyan perspektívát kell nyújtani, amely középtávon nyújt megoldásokat, nem pedig évtizedekre szól.
Még ezen a héten június 30-áig lehet pályázni a Magyar Nemzeti Tanács Vajdasági Jogász Ösztöndíj programjára. Az ösztöndíjra és a vele járó évi 1 millió forintra azok az első évesek pályázhatnak, akik első alkalommal iratkoznak be Szerbiában az 5 akkreditált jogi kar valamelyikére. Mostanáig magyarul tanultak, és az egyetem befejezése után szülőföldjükön maradnak. Hogyan lehet egyetemistaként havi 100 000 forintot keresni? Mi sem egyszerű, bennél be kell írni valamelyik akkreditált szerbiai jogi egyetemet, és pályázni kell a Magyar Nemzeti Tanács jogász hallgatói ösztöndíjára, ami 4 év alatt 4 millió forintot juttat az egyetemistának, ezen kívül már csak tanulni és sikeresen vizsgázni kell. A jogász ösztöndíj elnyerése nem zárja ki az MNT hallgatói ösztöndíját sem, így ez sem akadálya a pályázásnak, mindkettőt megkaphatják a hallgatók. Bata Kornél, az igazságszolgáltatási és gazdasági jogi kar szabadkai kihelyezett tagozatán tanul. Miután befejeztem a középiskolát, pályaválasztás előtt álltam, nagy dilemma között álltam, hogy a közgazdasági szféra felé orientálódjak, vagy a jogi pálya felé orientálódjak, majd később a fülembe jutott az információ, hogy jelenleg Vajdaságban a magyar ajkú jogászok száma drasztikusan lecsökkent, és ennek következtében különböző ösztönzőkkel szeretnék támogatni a joghallgatókat. A Kulai Balla Marianna az újvidéki igazságszolgáltatási és gazdasági jogi kar tanulója. A nyelvek mellett mindig is érdekelte a jog, számos lehetőséget nyújt ez a hivatás, az ösztöndíjnak köszönve pedig maximálisan a tanulásra lehet koncentrálni. Már korábban amúgy a szüleim beültettek egy ötletet az agyamba, hogy nekem a jogi szakmát kellene választanom, és a jogi pályára kéne lépnem. És ehhez több érvet is felhoztak, például, hogy értek az emberek nyelvén, értek az emberekhez, és hogy nekem segítenem kell rajtuk. És hát ezek a gondolatok így érlelődtek bennem is. Aztán még jött például harmadikban az alkotmány, mint tantárgy, nagyon, nagyon szerettem azt is tanulni. A jogász ösztöndíjat az elmúlt 2 évben 32 első éves hallgató kérte, akik közül 28-an jelenleg is folytatják a tanulmányaikat. Azok a gólyák pályázhatnak, akik első alkalommal iratkoznak be Szerbiában az 5 akkreditált jogi kar valamelyikére. Mostanáig magyarul tanultak, és az egyetem befejezése után szülőföldjükön maradnak. Nem csak azért érdemes a jogi pályát választani, mert egy nagyon tisztességes ösztöndíjban lehet részesülni, hanem azért is, mert a fiatal egyetemi hallgató a diplomálását követően biztosítani tudja a jövőjét, meg a családjának a jövőjét, hiszen munkanélküli magyar jogász a Vajdaságban ritka, mint a fehér holló, tehát el tud helyezkedni akár a közszférában, a részarányos foglalkoztatásnak köszönhetően, akár ügyvédbojtárként, akár az élet bármelyik területén jogászként, hiszen nincsen egyetlen egy olyan társadalmi terület se, amely vonatkozásában azt tudnánk mondani, hogy ne keresnénk magyarul is beszélő vajdasági jogászt. Az igazságszolgáltatási és gazdasági jogi kar szabadkai kihelyezett tagozatán magyarul is lehet felvételizni, azokból a tantárgyakból, amelyet magyar anyanyelvű vagy magyarul is beszélő tanárok adnak elő, még vizsgázni is lehet anyanyelven. A viszonylag kis hallgatói szám pedig egy szoros közösség kialakítását tette lehetővé, amelynek tagjai szívesen látják el egymást hasznos tanácsokkal. Az MNT jogász ösztöndíjára pályázni június 30-án 14 óráig lehet, minden további részlet a Magyar Nemzeti Tanács honlapján érhető el. Választási kihívások előtt ezzel a címmel szerveztek Kárpát-medencei nemzetpolitikai kerekasztal beszélgetést Rijékában. A határon túli magyar szervezetek vezetői a Magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság vezetőivel együtt vettek részt a tanácskozáson, amelynek a horvátországi magyarok demokratikus közössége volt a házigazdája. Az eseményen Pásztor István, a VMS elnöke is részt vett. A külhoni magyar közösségek politikai szerepvállalása, valamint a 2021-es, 22-es népszámlálási adatok elemzése külhoni régiónként. Ezzel a két témával foglalkoztak kiemelten a külhoni magyar pártok vezetői Rijékában, a horvátországi magyarok demokratikus közössége Tengermellék Fensík megyei szervezetének székházában. Vajon mi lett volna, ha mindezt, amit az utóbbi 10 évben nem csináltunk meg,
vagyis mindent, amit az utóbbi 10 évben megcsináltunk, ha mindezt nem csináltuk volna, meg akkor hogy néztünk volna ki? Hova jutottunk volna, hogyha mindezt, amit az utóbbi 13 év nemzetpolitikája nem tette volna, meg például a horvátországi magyar közösség részére, akkor hányan lettünk volna? Úgyhogy nem örülünk ennek a népszámlálási adatok csökkenésének, de optimisták vagyunk. Pásztor István elmondta, hogy Vajdaságban és Szerbiában legalább 2, de elképzelhető, hogy 3 választás is lesz, és ehhez még hozzájönnek az európai parlamenti választások is. A VMS elnöke kiemelte, hogy minden választás vízválasztó a magyar közösség szempontjából. Ez egy nagy feladat, mert meghatározza az eredmény az azt követő 4 évnek, 5 évnek a mozgásterét. Ezért, mint minden választás, ez egy vízválasztó a magyar közösség kondíciója, érdeke és jogérvényesítése szempontjából. Abban vagyunk érdekeltek, hogy mindenki sikeres legyen, mert egymás sikere erősít mindannyiunkat. A határon túli magyar pártok legfontosabb feladata a szülőföldjükön boldogulni akaró magyar emberek érdekképviselete, hangsúlyozta Potápi Árpád János, a magyar miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Rijekában. Itt Fiuméban a határon túli magyar elnökök találkozóján megfogalmaztuk azt, hogy az elmúlt 13 esztendőnek köszönhetően a magyar közösségek a Kárpát-medencében megerősödtek. A magyar pártoknak az elsődleges célja az, hogy a szülőföldjükön boldogulni akaró magyar emberek érdekképviseletét lássák el, és a következő időszakban, a következő időszak választásain mindenütt a magyar pártok jól szerepeljenek. Potápi Árpád János hozzátette, hogy annak ellenére, hogy az elmúlt 2-3 évben megváltozott a világ, a magyar kormány úgy döntött, hogy a nemzet stratégiai célokból nem ad fel, ilyen a nemzetpolitika is. A háború visszatért oda, ahonnan indult, fogalmazott Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök annak kapcsán, hogy a Wagner katonák vasárnap elhagyták Rosztovot. A Kreml tájékoztatása szerint Prigozsin ellen ejtik a vádakat, és szabadon távozhat Fehér Oroszországba. Már minden visszatért a normális kerékvágásba Rosztovna Donuban vasárnap délre, mondta elégedetten egy rosztovi polgár, majd hozzátette, a városon egyáltalán nem látszik, hogy innen indult ki a modern Oroszország legnagyobb katonai lázadása. Vasárnap hajnalban tapssal, éjjelzéssel búcsúztatták el a városban az utolsó Wagner zsoldosokat is. Sokan kapaszkodtak fel a harci járművekre és kértek egy-egy közös fotót a katonákkal. A Wagner zsoldosok egyetlen napig szállták meg a dél-oroszországi nagyvárost, és láthatóan népszerűek voltak a helyi lakosság körében. Szinte győztesen távoztak, hiszen az orosz vezetés Jevgenyi Prigozsin számos követelését teljesítette. A Kreml szóvivője úgy fogalmazott, hogy nem indul vizsgálat az ellen, aki részt vett a lázadásban. Azt is kiemelte, hogy Prigozsin ellen ejtik a vádakat, és szabadon távozhat Fehér Oroszországba. A Prigozsin által korruptnak és tehetségtelennek tartott katonai vezetők leváltása is megtörténik. Volodymyr Zelenszkij úgy fogalmazott, Oroszország ukrajnai inváziója egyre több kárt okoz Moszkvának, és a jelek arra utalnak, hogy a háború visszatért oda, ahonnan indult. Az ukrán elnök aggodalmának adott hangot a zaporizsiai atomerőművel kapcsolatban, szerinte ugyanis a nemzetközi figyelem még mindig nem veszi komolyan a ráirányuló orosz fenyegetést. A Wagner csoport lázadásának lezárása óta először üzent a zsoldos sereg vezére Jevgenyi Prigozsin. A Wagner vezér 11 perces hangüzenetet tett közzé, amelyben azt állítja, hogy az általa vezetett csoport részéről senki sem járult hozzá az orosz védelmi minisztériummal kötött szerződéshez, amelynek alapján a Wagner csoportnak július 1-ével meg kell szűnnie. Jevgenyi Prigozsin világossá tette, hogy nem Vlagyimir Putyin ellen lázadtak, amikor csapatai Moszkva ellen vonultak. Nem az orosz vezetést akarták megdönteni. A menet célja az volt, hogy elkerüljük a Wagner megsemmisítését, és felelősségre vonjuk azokat a hivatalnokokat, akik szakszerűtlen cselekedeteikkel rengeteg hibát követtek el a különleges műveletben, mondta Prigozsin. A Wagner vezér sajnálja, hogy csapást mértek az orosz légi erőre, és a Wagner konvoj
azért fordult vissza, mert el akarták kerülni a vérontást, nem akartak orosz katonákat ölni, írja a BBC. Azért vonultunk fel, hogy demonstráljuk tiltakozásunkat, nem pedig azért, hogy megbuktassuk a kormányt, tette hozzá a Wagner vezér. Továbbra sem világos, hol tartózkodik Jevgenyi Prigozsin, és milyen szerepet szán neki a Kreml Belarusban. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Nyári napközi a Palicsi Miroslav Antich általános iskolában. Carlos Alcaraz visszavette a vezetést Novák Djokovicstól a férfi teniszezők világranglistáján. Várakozás, tömeg, torlódás, podgyász, rengeteg. Ez uralkodik a belgrádi Nikola Tesla reptéren a közösségi médiában megjelent képek és videók alapján. Az elmúlt napokban a szerb fővárosban is megmutatkoztak a légi személyszállításban már tavaly jelentkező gondok. A belgrádi reptéren idén 40%-kal megnőtt a repülni vágyók száma, az Air Serbia vállalat szolgáltatásait pedig 80%-kal többen akarják igénybe venni. A Blitz beszámolója szerint a felhasználók számának óriási növekedése okozza, hogy késnek a gépek, és egyes járatokat le is mondtak. Az a gond, hogy a reptéren nincs elég alkalmazott a megemelkedett kereslet kiszolgálására, valamint hogy a határrendészet sem tudja kellő sebességgel ellenőrizni az útleveleket. Folytatódik a gázvezeték hálózat bővítése Szabadkán és a peremvárosi településeken. A polgárok számára jó hír, hogy ezentúl is részletekben lehet fizetni a csatlakozási díjat. Az idei 20 kilométeres gázhálózat bővítést pedig jövőre ugyanekkora mértékű fejlesztés követi, mondták az illetékesek. A szabadkai Maghetes helyi közösségben is bővül a gázvezeték hálózat. A 4. Montenegrói Brigád utca lakosai örülnek a fejlesztésnek, és annak is, hogy továbbra is 12 havi részletben tudják majd törleszteni a csatlakozási díjat. Sokat jelent, természetesen sokat jelent a polgároknak, hogy részletekbe ki tudják fizetni a gázhálózatot. A munkálatokat dr. Pásztor Bálint is megtekintette. A szabadkai VKT elnöke hangsúlyozta, hogy a kültelepülések fejlesztése is fontos, ugyanis a városnak egyenletesen kell fejlődnie. Ebben az évben 4 szabadkai helyi közösségben bővül a gázhálózat, ezek Újfalu, Maghetes, Palics és Ludas. Látszik, hogy nem csak a szavak szintjén gondoljuk azt, hogy egyenletesen kell a várost fejleszteni, és a kültelepülésekre is el kell juttatni az infrastruktúrát, a gázt is többek között. A polgárok részéről pedig nagy igény mutatkozik, hogy csatlakozzanak a gázhálózatra. Csak Ludasról több mint 400 kérelem érkezett a szabadkai gázművekhez, mondta Horváth Tíme, a közvállalat igazgatója. Évről évre nő a gáz iránti érdeklődés, és a 2022-es évben volt az az első év, amikor megnövekedett a kérelmek száma, és ezt egyrészt dr. Pásztor Bálintnak, a Városi Képviselőtestület elnökének köszönhetjük, hiszen az ő indítványozására 2022-ben először építette be a közvállalat a működési programjában azt a lehetőséget, hogy a polgárok havi részletben tudják törleszteni a rákapcsolódást, aminek különben az ára 100 000 dinár, és ezt 12 havi részletben tudják törleszteni. A harmadik részlet törlesztése után pedig a kivitelező el is kezdi a munkálatokat, tehát a polgároknak nem kell megvárni a 12 havi törlesztés befejeztét, tette hozzá a szabadkai gázművek igazgatója. Nemzetegyesítés a Kárpát-medencében és a diaszpórában. Ez az egyik fő célja a Magyarországi Nemzetpolitikai Államtitkárság által megszervezett Kőrösi Csoma Sándor és Petőfi Sándor programnak. A Magyar Nemzetpolitikai Államtitkár budapesti sajtótájékoztatóján elmondta, az idei program is rendkívül sikeres volt, és mindenki, aki bekapcsolódott, legalább annyi élményt, magyarságtudatot és hazaszeretetet kapott az eltöltött idő alatt, mint amennyit ő adott. A Kőrösi Csoma Sándor program 2013-ban 47 ösztöndíjassal kezdte meg munkáját, amelyet 2015-ben a Petőfi Sándor programmal bővítettek ki. Az ösztöndíjasok a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával a föld különböző pontjain élő diaszpórában és a Kárpát-medencében élő magyar közösségekben tevékenykedtek. Franciaországban töltöttem az elmúlt 9 hónapot, itt annyit megjegyeznék, hogy nekem ez egy második Kőrösi Csoma kiutazásom, kiküldetésem volt. Én Ausztráliában töltöttem 4 évvel ezelőtt 9 hónapot.
Úgyhogy most mindenképp szerettem volna egy európai diaszpora közösség életébe bekapcsolódni, ott hasznosítani a tudásomat és megtalálni azokat a kapcsolódási pontokat az ottani magyarsággal. Az ösztöndíjasok feladata, hogy a föld különböző pontjain élő diaszpórában segítsék a magyarokat a magyar identitás, a nyelv és a kultúra megőrzésében, illetve a magyar gyökerek ápolásában. Korábbi munkatársunk, Fadlövő Gabriella is ösztöndíjasként segítette a magyar közösségeket Észak-Macedóniában. Nem én választottam Macedóniát, Macedónia választott engem, és jól tette igazából, mert hogy remek 9 hónapot tudhatok magam mögött. Rengeteg új élménnyel gazdagodtam, rengeteg új barátra tettem szert, rengeteg új dolgot tanultam meg tőlük, és remélem, hogy ők is tanultak tőlem. Tehát én azt gondolom, hogy ez az elmúlt 9 hónap mindkét részről remek volt, tehát hogy én is tudtam nekik adni, és ők is rengeteget tudtak nekem adni. Én Skopjeban a Macedóniai Magyarok Teleház szervezeténél voltam. A nemzetpolitika jövője nem képzelhető el fiatalok és gyermekek nélkül, mondta Potápi Árpád János, a Kőrösi Csoma Sándor program és Petőfi Sándor program ösztöndíjasainak záró konferenciáján. Mint mondta, a Magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság célja, hogy a nemzetegyesítést végrehajtsa a Kárpát-medencében és a diaszpórában egyaránt. Ma már elmondhatjuk azt, hogy egységes Kárpát-medencéről beszélhetünk, hogyha a kultúrára, az oktatásra, ha a sportra, ha a médiára tekintünk, és hogyha a nemzetpolitikai programokra is. És jó látni azt, hogy egyre inkább a nemzeti összetartozás érzése is, ahogy szoktam mondani, az élménye is megerősödik az emberekben, és elsősorban a fiatalokban és a gyerekekben. A diaszpórában és a szórványban szolgálatot teljesített ösztöndíjasokat oklevéllel jutalmazták. Kézműves foglalkozások, futball, métázás, társas és szabadtéri játékok. Ezekkel várja a gyerekeket a nyári napközi a Palicsi Miroszláv Antich általános iskolában. A tábor minden hétköznap 9-től 13 óráig tart. A nyári napközit a Palics Magyar Művelődési Egyesület és a helyi iskola közösen szervezi. Már a nyári napközi első napján jó volt a hangulat. A gyerekek játszottak, ismerkedtek, kézműveskedtek. Vannak új, de évek óta visszatérő táborozók is. 4-5 éve járok ide, és hát azért jöttem, mert itt nagyon lehet barátkozni, meg a számháború, a méta, meg az összes játék. Van valami a kezetekben, meséld el nekem, hogy mi az, amit eddig csináltatok, és mi ez? Most ma karkötőt fűzünk. Hát bírunk színeket választani, és akkor ebből karkötő fog kijönni, hogyha hát összefűzzük. És neked mi a kedvenc foglalkozásod itt a táborban? Hát az enyém a méta. És mit kell tudni a métáról? Mi az? Az az, hogy valaki földobja a labdát, és a másik pedig elüti, és akkor így kell körbefutni a pályát. Vida Luca is több éve jár a nyári napközibe. Nagyon szeretem, mert itt jó barátaim vannak, és a játékok, a méta például, a számháború, a foci, minden, amiért ilyen játékok, bármi, amiért jövök, nagyon szeretem ezt. Mai nap kezdődött el ez a nyári napközi, mi az, amit eddig csináltál? Hát most várjuk a tanárurat, hogy jöjjön, hogy csináljuk a számháborút, meg a métát, de eddig most beszélgettünk a barátnőimmel. A nyári napközit immár 9. alkalommal szervezi meg a Palics Magyar Művelődési Egyesület a helyi iskolában 5-től 15 éves korú gyerekek számára. Kötetlen foglalkozás zajlik, tehát nem kötelező a gyerekeknek egy-egy programhoz odaülni, ha nem szeretnének. Hátul a sportpályán folyamatosan megy a futball, a métázás, különféle logikai játékokat játszanak. Ott általában a nagyobb korosztály szokott abba bekapcsolódni. A kisebbeknek itt van az iskolának a napközi játszótere, valamint a tantermekben kézműves foglalkozások zajlanak, papírral, gyapjúval, nem ezzel, bőrrel, csuhéval, természetes anyagokkal igyekszünk dolgozni, és ők, amit készítenek, azt mindenki hazaviheti a nap végén. A Palicsi nyári napközi június 26-ától július 7-ig fog tartani, de a nyár folyamán még egyszer megszervezik,
akkor augusztus 14-től 25-ig várják majd a gyerekeket. A táborban az uzsonna is biztosított a gyerekek számára. A napközibe a belépő egy napra 300 dinár, testvéreknek kedvezmény jár. Carlos Alcaraz első füvespályás torna győzelmével visszavette a vezetést Novák Djokovic-tól a férfi teniszezők világranglistáján. A 20 éves spanyol játékos vasárnap a londoni Queen's Clubban diadalmaskodott, és az ezért kapott 500 ponttal ismét a 23-szoros Grand Slam győztes szerb elé került. A harmadik az ATP listán Daniel Medvegyev, majd következik Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Holger Rune, Andrej Rublev, Jannik Sinner, Taylor Fritz és Francis Tiafó. A szerb játékosok közül Miomir Kecmanovic a 41., Dusan Lajovic az 52., még Györe László az 56. a világranglistán. A legjobb magyar továbbra is Fucsovics Márton, aki megőrizte előző heti 66. helyét. Eddig tartott a híradó, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. Szabadlábon védekezhetnek az elfogott koszovói rendőrök. Ismét fegyverropogásra ébredtek a szabadkai lakosok. Nyugalom Oroszországban, elkerültek egy esetleges polgárháborút. Még ezen a héten lehet pályázni a Magyar Nemzeti Tanács Vajdasági Jogász Ösztöndíj programjára. Köszönjük figyelmüket, a mai híradót és egyéb más műsorainkat is visszanézhetik honlapunkon a panonrtv.com-on, ahol további friss információkat is találnak. Legyen szép estéjük, viszontlátásra!